Az új háztartási eszközök 83 különböző helyre kerültek, bölcsödékbe, iskolákba, szociális és kulturális intézményekbe. Az új hűtők energiatakarékosak, így a fenntartásuk is kedvezőbb lesz. A 10 éve Nyíregyházán működő hűtőgépgyártó cég ezzel az ajándékkal a város fejlesztést is elősegíti. Összesen 228 utó ajándékoztunk a városra, többféle utószekrény ajándékoztunk, legtöbb A+ osztály, A++ osztály készülékes is volt. Hát körülbelül egy 90 ezer forint értékű készüléke, ami ilyen árban lehet vásárolni. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központhoz összesen 21 hűtő érkezett. A központ 14 intézményt foglal magába, ezek között található bölcsöde, gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthona, valamint családok átmeneti otthona is. Utóbbi 4 új hűtőszekrényt kapott. A családok átmeneti otthonában 2 darab hűtő állt a rendelkezésünkre, ugyanakkor ezt a 2 hűtőt 40 fő vette igénybe. A család létszám mindig attól függött, hogy hány fős a család, tehát elég megterhelő volt. Ezeket a hűtőket hosszabb időn keresztül tudtuk volna lecserélni. Az intézmény felújítását követően nem csak a intézményünk szépült meg, hanem bővültek az intézményben a közös helyiségek is, ilyen a konyha is. A korábbi 2 konyha helyett most 6 konyha áll rendelkezésére a családoknak. Az így megtakarított forrásokat más fejlesztésekre tudják majd fordítani, tette hozzá a sajtótájékoztatón dr. Nagy Erzsébet, a Gyermekjóléti Központ vezetője.